Köszöntöm nézőinket, Mozaik című adásunkat látják. Azt gondolom, hogy jó hír, hogy egyre többet lehet hallani a felelős kutyatartásról. Aki a közösségi médiában figyeli például a kutyás témákat, nagyon-nagyon sokat lehet róla olvasni, nagyon sokan kommentelik ezeket a tartalmakat, és úgy tűnik, hogy azért nagyon sok a bizonytalanság ezzel a témakörrel kapcsolatban. Most segítségemre lesz egy picikét ezzel a témával kapcsolatban Kollár Mónika, aki diplomás kinológus, etikus tréner, a Soproni Dog Garden kutyaiskola vezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ami miatt alapvetően behívtalak, hogy láttam azt és értesültem arról, hogy te diplomás kinológus lettél, és azt gondoltam, hogy velem van a probléma, mert nem nagyon tudtam hova tenni, hogy mit is csinál egy kinológus. Azt tudtam már, hogy kutyákkal kapcsolatos szaktudományról van szó, szakterületről. Alapvetően mivel foglalkozik egy kinológus? Hát ha röviden szeretném megfogalmazni, akkor kutyatan. Ha bővebben, akkor egy olyan tudomány, ami foglalkozik a kutyák fejlődés történetével, az anatómiájával, a betegségeivel, a külső-belső megjelenésével, értem itt ez alatt a fajták standardjét, megjelenését, illetve ami a fő területe, ugye az az etológia, a viselkedéstudomány, tehát ahol a kutyák viselkedését tanulmányozzuk. Ez a legfőbb területe. Hál' Isten, mert ez a kedvenc területem. És akkor tulajdonképpen hogyan vezetett a te utad ebbe a szakirányba, hiszen te nagyon régóta jó ideje foglalkozol kutyákkal, a tudásod azért meglehetősen mély, sok a gyakorlati tapasztalatod, mégis belevágtál a tanulásba, ami azért nagyon sok időt is vesz igénybe. Ez így van, ez egy 2 éves képzés volt, de úgy éreztem, hogy szükségem van egyfajta rendszerezésre. Hogy hiába volt nagyon sok gyakorlati tapasztalatom, attól még úgy gondoltam, hogy szükségem van egyfajta rendszerező elméletre, amit ez az iskola maximális mértékben biztosított. És akkor beszéljünk arról, hogy mi mindent tanultál, és mi az, ami miatt olyan tudás van most a birtokodban, ami miatt érdemes hozzád fordulni, egyáltalán kiknek érdemes hozzád fordulni. Hát sok mindennel foglalkoztunk. Ugye egyrészt, amit említettem, ismereteket kaptunk magáról a kutya fejlődés történetéről, anatómiájáról, hiszen nem utolsó sorban például boncoltunk is, ami szintén egy nagyon érdekes volt, és azért nagyon sok segítséget adott az, hogy az ember most már nem csak elképzeli, hanem ténylegesen láttam, hogy miről is beszélünk, mikor mondjuk azt mondom, hogy egy agárnak micsoda tüdőkapacitása van. Uh-huh. Tehát ezeket érdemes volt megtapasztalni és meglátni. Aztán érintettünk szolgálati kutyázás területeit is, ahol betekintést nyerhettünk a navosok kutyás területeire, a rendőrség kutyás területeire, büntetésvégrehajtásnál is jártunk. Érdemes volt itt is körbenézni, hogy a kutya kiképzés hogy zajlik. Ami számomra teljesen távol álló terület volt, az a vadászat, és ma már nem áll távol, tehát nagyon megértettem, hogy ott miért is van szükség a kutyákra. Sőt, maga a képzésük során mindegyik területről lehetett hozni olyan tudást, amit én a hétköznapi életbe a családi kutyázás vonalán be tudom építeni. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon sokrétű az a tudásanyag, amit sikerült most megszerezni, de mégis akkor mondjunk olyan konkrét területeket, ahol tudod ezt alkalmazni, ha mondjuk úgy hozza az élet. Kutyák viselkedés rehabilitációjánál nagyon jól lehet hasznosítani, sokkal jobban rálát az ember a problémákra. Az, hogy tanultunk egyfajta objektív nézőpontot, tehát kibírom zárni teljesen a szubjektivitást. Ugyanezt tudom hasznosítani például a bíróságnál, ugye a kinológusok szakvéleményét elfogadják. És még nagyon sok területe van, akár hogyha valakinek jogi vitája van, hiszen jogszabályi hátterekkel is tisztába kell lennünk, állatmenhelyeknek tudunk segíteni, kutyapanziók üzemeltetésére lévő jogszabályokkal tudunk foglalkozni, tehát tulajdonképpen a kutyázás teljes területét lefedjük. Ha valakinek esetleg kérdése van állategészségügyi tartási szempontból, ezekben is tudunk segíteni. Mindez azt jelenti, hogy azért a legfőbb motiváló erő, gondolom, benned az, hogy szereted a kutyákat. Ez így van. Anélkül nem megy.
Minden, én úgy látom, hogy minden olyan szakembernek, aki kutyákkal foglalkozik, valami miatt van kedvenc fajtája, kedvenc fajtái, amik különösen közel állnak a szívéhez. Neked van-e ilyen? Van, kettő, a molosszer és a bull típusú kutyák csoportjai. Mesélj róluk. Nem egy-egy fajta, hanem az egész unblock. Aha, mesélj róluk. Hát ugye ők egy kicsit nem megértett fajták vannak benne, vagy nagyon félreismert fajták. Tisztázzuk azt, hogy a néző, aki most laikusan ként nézi, ezeket a kutyákat szokta nagyon-nagyon rossz jelzővel illetve, mert azért ez nem igaz, de ezt úgy bekategorizálják, hogy harci kutyák. Így van, tehát egyébként a szakdolgozatomban volt egy ilyen kutatási terület, ahol az előítéletek és sztereotípiák hatását vizsgáltam ezekre a kutyákra nézve, és nagyon erőteljesen kijött, hogy ezekre a kutyákra pozitív jelző szinte alig érkezett. Tehát, hogy nagyrészt az emberek ezeket a kutyákat harapósnak, agresszívnek gondolják, ami közel sem a valóság. Akkor mi a valóság? A valóság az, hogy ezek a kutyák teljesen más hozzáállást kérnek a gazdától, nem úgy funkcionálnak, mint mondjuk egy terelő vagy egy juhászkutya. Tehát mondjuk itt a juhászkutya alatt értem például a német juhász, tehát nem úgy fog viselkedni egy tréningen, nem úgy reagál egy tréningre. Például, ha a monotonitás tűrésüket nézem, akkor ezeknek a kutyáknak a monotonitás tűrésük nagyon alacsony, míg mondjuk a vizsgálatunkban egy terelő kutya 2 percig is bent tudott maradni monoton körülmények között a monoton munkába, addig ezek a típusú kutyák 20 másodperc múlva kiszálltak, és ott hagyták a gazdákat. Tehát ennyire nem viselik jól, nem jó a monotonitás tűrésük, és ez a kiképzésnél például egy lényeges elem, hiszen ha valaki belegondol abba, hogy mit szoktak javasolni a trénerek, hogy tessék gyakorolni. Na most, hogyha ezt otthon az ember elkezdi, és te folyamatosan ezektől a típusú kutyáktól kéred, hogy ül, fekszik, és szépen folyamatosan gyakorlom vele, hát ez a kutya nagyon gyorsan fogja azt a tünetet mutatni, hogy megáll, nem fogja már végrehajtani, elfordítja a fejét, vagy ott hagyja a gazdát, és azt mondja, hogy neki elég volt. Erre szoktuk azokat a magyarázatokat hallgatni a gazdáktól, hogy elunta, nem tetszett neki. Tehát olyan magyarázatokat adunk, ami nincs a háttérbe. Csak egyszerűen a magyarázata annyi, hogy nem tűrik a monoton munkát, tehát hogyha te nekik a tréninget élvezetessé, változatossá teszed, és itt a változatosságra minden területen gondolni kell, tehát mind jutalmazási pontba, mind helyszínbe, mind ütemezésbe, tehát hogy milyen energiákon dolgozol vele, hogy egyszer lassítom, egyszer gyorsítom, akkor nagyon aktív munkát tudnak adni, viszont ha ezekre nem figyelsz, akkor könnyen rájuk tudjuk sütni azt, hogy nem intelligensek, nem tanulékonyak, nem szeretnek dolgozni. Egyszerűen csak azért, mert ővelük másképp kell bánni. Ez nagyon érdekes, mert ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen azért ezek a fajta kutyák nagyon népszerűek, vagy legalábbis azért vannak most már egyre fajtá, több, igen, több, többet látni. És azért a gazdáknak jelentős része meg nincs nála kulcs ezek szerint, hogy bánjon a kutyával. Nincs sajnos, így van. Tehát erre a fajtára mindegyikre ezen csoporton belül nagy szükség lenne az edukációra, hogy megismertessük azt, hogy melyik fajtával mit tudunk csinálni, hogyan kell velük dolgozni, hogyan kell velük tréningezni, hogy tudjuk beilleszteni a mindennapjainkba, hogy a szűk környezetünk könnyen elfogadja őket, ne attól féljenek, hogy mikor fogjuk őket megharapni, és erre nem az az út, hogy mondjuk én a Facebookra fölteszek egy olyan fotót, ahol egy pitbull őriz egy csecsemőt. Tehát nem ez az útja, hogy én elmagyarázzam, hogy az a kutya barátságos. Tehát, hogy én ezekben nem hiszek, sőt, szerintem nagyon rossz irányba viszi el az egész történetüket, mert független attól, hogy ez a fajta harci kutyának van titulálva, és igen, a kialakulásukban van a történelme során számos olyan tényező, amiért ezt rájuk tudjuk sütni, de azt gondolom, hogy ez már nagyon messze van, reményeim szerint ma már nem sokan alkalmazzák őket ezen a területen, és van helyük a családban, csak meghatározott és türelmes gazdával, viszont következetesen nevelve ezt a kutyát, egy gyönyörű családtag lesz. Akkor nagyon érdekes, ahol már most tartunk, és ebben segítsél egy icipicit nekem mondjuk, meg a nézőknek,
hogy az egy nagyon jó hír, hogy egyre népszerűbb a kutyatartás hazámban. Tehát a statisztikák is kimutatják, hogy évről évre egyre több kutya kerül az otthonokba. Jó esetben tényleg egyfajta felelősségérzettel gondoskodunk a kutyáról, ez is kipipálva. De ugye általában úgy választunk kutyát, hogy én nekem mi a szívem vágyása. Tehát én már gyerekkorom óta mondjuk arra gondoltam, hogy egy X-típusú kutyám lesz, és arra vágyom, és amikor eljön az az idő, hogy kutyát vásárolok, kutyát választok, akkor ragaszkodok ahhoz a fajta kutyához. Hogy lenne jó a szakember szemszögéből, hogyha én kutyát vállalok, hogy nézzen ki ez a kutyavállalás, milyen kérdéseket tegyek fel magamnak és mondjuk a családomnak? Hát alapjáraton, ami nagy problémát szokott okozni, hogy például nem nézem a kutya energia szintjét, tehát hogy milyen energiaszinten élő kutya. Egy pörgős border collie-ról beszélünk, vagy mondjuk egy nyugodtabb természetű angol bulldogról. És hogyha ezt az ember őszintén megvizsgálja magába, hogy én milyen életet élek, mondjuk szeretek mozogni, sokat járok kirándulni, akkor valószínűleg teljesen jó választás lesz egy border collie. Hogyha én annyira nem szeretem ezt, tehát mondjuk előnybe részesítem azokat a programokat, hogy otthon legyünk, és sokat nézzük a tévét, tehát nyugodtabb életvitelt, kicsit úgynevezett lustább életvitelt választok magamnak, akkor valószínűleg nem lesz szerencsés választás. Illetve amire még nagyon kellene figyelni, hogy az ember a saját maga temperamentumát vizsgálja. Uh-huh. Tehát hogyha én egy nyugodt, lassabb ember vagyok, akkor én nem fogok tudni azonosulni egy pörgő border collie-val. Hogyha én egy pörgősebb, gyorsan gondolkodó, gyorsan, könnyen váltok akár témákat, vagy bármit, tehát érzem magamban azt a fajta lendületet, akkor valószínűleg tök jó választás lesz egy border collie, hiszen az energiáitok találkozni fognak, és gyönyörűen tudod majd képezni. De azt számtalanszor lehet látni, hogy a kutya meg szeretne felelni, viszont azt a fajta energiát, amit a gazda ad számára, az nem üti meg azt a szintet, ahol őt képezni lehet. Tehát az, hogy például egy kutya milyen energiaszinten képezhető, ezt az adott egyeden fogjuk látni. Mert border collie-ból is lehet, hogy találsz egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb egyedet, aki kisebb energiaszinten működik. Lehet, hogy ha oda menne egy juhász, akkor sosem választaná terelő kutyának, mert nem lenne megfelelő. De családi kutyának kiváló. Tehát nem mondanám azt, hogy elvetném mondjuk a gondolatodba azt, hogy neked legyen egy ilyen kutyád, viszont mindenféleképpen felhívnám a figyelmedet arra, hogy annál az adott egyednél a tenyésztőt hallgasd meg. Tehát, hogy ő mit mond arra a kölyökre. Nagyon sok mindent tudunk rajta még változtatni kölyökkor után is, de azt gondolom, hogy a tenyésztőnek itt nagy szerepe van, hogy ismerje azokat az ősöket, akikből az a kölyök kutya lett, mert valószínűsíthetően, ha ott pörgős minden egyed, akkor hiába van ott egy kis lustácskább kölyök kutya, valószínűleg nagykorában ő is pörgős lesz. Tehát, hogy itt nagy hangsúlyt fektetnék a tenyésztői véleményre, hogy meg kell hallgatni őket, nem egy tenyésztőhöz megyünk el, hanem több tenyésztőhöz, több kennelt nézünk meg, és úgy próbálunk fajtát választani. Hogyha pedig tudom, vagy látok benne némi kockázatot, hogy valószínűleg nem fogom tudni azt az életvitelt, azt a jól létet biztosítani annak a kutyának, amit megérdemelne, akkor elengedem ezt a fajta választást, és egy valami másik fajtát próbálok keresni. Én nem nagyon szeretem, tehát elfogadom, amikor valaki azt mondja, hogy melyik tetszik, de az rólam szól. És amikor kutyát választunk, az nem szabad, hogy csak rólam szóljon. Az kell, hogy a kutyáról is szóljon, hiszen itt jó létről és jól létről beszélünk. A jó létet, azt általában ma már mindenki biztosítja a kutyának. Értem ez alatt azt, hogy nem éhezik, iszik, sétáltatom, van hol aludnia, ez a jó léte. De én a jól létről beszélek, hogy a kutyám velem ténylegesen jól érezze magát. Tehát, hogy mentálisan, fizikálisan az igényeit is ki tudjam elégíteni. És itt óriási különbség van. Beszélgetés vége fele még egy fontos témakör. Akkor nézzük a másik oldalát, ha valaki kutyát ment. Az a szerencse, hogy azért ebben is most már egyre nagyobb a gyakorlat, és pont velem szembe jött a napokban egy érdekes poszt ezzel kapcsolatban, hogy olyan kutyát mentett valaki, akit már más visszaadott, stb. És bizony őnek is,
Hát azért egy jó pár olyan hónap volt, amikor, nem tudom, jól fogalmazok, rezgett a lét, de egy év után kijelentheti, hogy a családnak az egyik megbecsült tagja ez a kutya. Nagyon jól érzi magát, boldog, nyugalomban, biztonságban van, csak nagyon sokat dolgoztak rajta. Tehát, hogy merjünk egyáltalán kutyát menteni? Hát azt gondolom, hogy egyrésztről merjünk, de tisztába kell lennünk annak a nehézségével, ami ott vár ránk. Tehát, hogy ez nem egy rózsaszín köd. Tehát nem lesznek hálásabbak, mint mondjuk, akit kölyökkortól felnevez. Felettébb, hogy itt tudni kellene, hogy a kutyák a mában élnek. Tehát az éppen adott pillanatot értékelik. Tehát ő nem foglalkozik ma azzal, hogy tegnap mi volt. Tehát egészen más gondolati síkon mozognak, mint mi, amit mi emberek nagyon szívesen elfelejtünk, és azt hiszük, hogy ha mondjuk mentünk egy kutyát, akkor ha én szeretem, az elegendő neki. Nem elegendő. Tehát nem lesz elegendő ahhoz, hogy neki boldog élete legyen. Tehát ez egy kicsit összetettebb problémakör. Én azt mondanám, hogy mentsünk persze bátran, de kérjük ki szakember segítségét hozzá, hogy annak a kutyának tényleg tudjunk segíteni, mert csupán csak a szeretet nem fogja átsegíteni ezeken a problémákon. Nagyon-nagyon izgalmas az a szakma, ami most te elindultál még inkább, amiben ugye most megszerezted a diplomádat, amelyhez gratulálok. Köszönöm. Ezek után én várlak vissza a stúdióba más hasonló témakörökbe, mert azt gondolom, hogy elindítottunk egy fonalat, és nagyon sok fontos téma van még ezzel kapcsolatban, a felelősségteljes kutyatartással kapcsolatban. Gratulálok, és köszönöm hát szépen. Kereshetnek téged az érdekében, gondolom. Nyugodt. Így van, egész nyugodtan. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Kedves nézőink, mozaik címadásunkat látták. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!